256 tanulónak küldték ki idén azt az örömteli hírt, hogy felvételt nyert a Karacs Ferenc Gimnázium szakközépiskola és szakiskolába. Ez a szám megfelelőnek mondható, hiszen az elmúlt hét péntekén 260 diák ballagott el az intézményből. Két éve ugyanis már a középiskolák is érzik a folyamatos gyermeklétszám csökkenést. Ami nagy szívfájdalom, mert nem tudjuk indítani, az a gimnáziumban a nyelvi előkészítő osztály. Sajnos annyi bizonytalanság és annyi fél információ terjedt el a városban is, gondolom emiatt nem jelentkeztek elegen. Két gimnáziumi osztályunk 4 évfolyamon biztos, hogy lesz már. Szeretnénk a harmadikat is. Elsősorban a sportosztályba vagy sportcsoportba jelentkező tanulókkal indítani. Újabb lehetőségeket kínálunk a hozzánk jelentkező tanulóknak. Az iskola régi hagyománya volt, talán az első úgynevezett tagozat a biológia. Ezt fogjuk kémia-biológia emelt szintű oktatásban kínálni az általános gimnáziumi képzésünkbe jelentkezőknek. Ezen túlmenően természetesen a sportosztály, sportcsoport indítására is várjuk a jelentkező, érdeklődő tanulókat. A nyelvi előkészítő helyett emelt óraszámú idegen nyelv oktatást ajánlunk mindazoknak, akik bennünket választottak. Még van néhány férőhely a 6-osztályos gimnáziumunkban. Úgy gondolom, hogy talán nem meglepő, elkötelezett vagyok az osztály indítása mellett változatlanul. A szakközépiskolában több férőhely maradt, mint a gimnáziumban. Bár szép számmal jelentkeztek ide is, nagyon sok tanulónak nem érte el a tanulmányi eredménye a követelmény szintjét. Szakközépiskolában a meghirdetett képzéseink közül a környezetvédelem és vízgazdálkodás szakmacsoport nem fog indulni. Indul viszont az informatika, a gépészet, a rendvédelmi képzés és a humánnak nevezett szociális szolgáltatások is. Az Arany János kollégiumi program az természetes, hogy folytatjuk, immár a harmadik éve. Az Arany János kollégiumi programunkban túljelentkezés volt. Ez nem meglepő, hiszen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma évről évre látványosan nő. A 25 helyre végül 31 diákot vettünk föl, ők kezdhetik meg jövőre az előkészítő évet. A szakiskolában többféle szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A diákok nagy része a gépészet iránt érdeklődik, ezért az induló két osztályból az egyik csak gépészekből fog állni. Emellett az élelmiszer és vegyi járú eladó, illetve a kereskedelem és marketing szakmacsoport is nagyon népszerű. Minden iskola életében kardinális kérdés a beiskolázás. Hál' Istennek az idén nagyon szép számmal jelentkeztek gyerekek az iskolába. Nagyon sokan választották a szakképzést, látják a benne nyíló lehetőségeket, hogy a szakmáknak egyre inkább van értéke, mivel a szakemberek országon szinten már csökkenő számban vannak, nagyon nehéz szakembereket találni. Többféle lehetőséget kínáltunk a 8. osztályt végzett gyermekeknek. Ennek első részében a szakiskolai képzést, mert 2 éves szakképzés épül, tehát ez a 2+2-es képzésnek nevezzük mi. A jelentkezők száma alapján egy ilyen osztályt tudunk indítani, 3 úgynevezett szakmai orientációs csoporttal, ez a kereskedelem, gépészet és a faipar lenne. A kereskedelem és a gépészetre jelentő számú túljelentkezés volt. 12-14 főt tudunk itt egy szakmacsoportba fölvenni. Az asztalos, illetve faiparos képzésünkre még várjuk a jelentkezőket, itt még vannak szabad helyeink. Az első 2 évben a diákok még egy úgynevezett szakmai orientációs képzésen vesznek részt. A tanműhelyben ugyan megismerkednek a szakmai gyakorlatok alapjaival, de a szakmát komolyabban csak a második 2 évben tanulják.
szakiskolai képzésbe tudjuk még kínálni, és ezt is fontosnak tartom. Az általános iskolát még be nem fejezett gyermekeknek, akik már a 15. életévüket betöltötték, úgynevezett felzárkóztató szakiskolai képzést. Ennek az egyik fontos jellemzője az, hogy itt egy év alatt a tanuló el tudja végezni a 8. osztályt, tehát befejezi az általános iskolát, valamint a 2 éves szakiskolai képzésben is részesül, és itt is kapnak szakmai alapozó oktatást, és ezután a ráépülő 2 éves szakképzések közül választhatnak. Nagy siker még az általános iskolákból jelentkezők számára az úgynevezett előrehozott szakképzés. Ez annyiban különbözik a 2+2-től, hogy 3 év alatt szerezhetik meg a szakmai végzettségüket, 3 év múlva tehettek szakmai vizsgát. Ilyen szakmacsoportunk indul a szociális gondozó, szerkezetlakatos, kőműves és a festő. Megkérdettük még a könnyűiparban a női szabó képesítést is, de sajnos erre igen kevés számban jelentkeztek a diákok, és ez a képzés nem indul, a többi képzésünk az indul. A szakiskolai szakképzésben elsősorban a hagyományokat kívánják folytatni a Karacs Ferenc középiskola tanárai. Próbálkoztak a női szabó szakképzés újraindításával, de nem volt kereslet iránta. Végleges számot még nem lehet mondani, hiszen van, aki csak másodiknak jelölte be a püspökladányi középiskolát, tehát ez a szám még változhat, de az már látható, hogy hány osztályt tudnak indítani. Tehát ennek a 256 tanulónak a megoszlása, 89-en jelentkeztek az eddig, ugye a 6 osztályossal együtt 3 gimnáziumi osztályba. 65-en vannak pillanatnyilag a 3-ra tervezett szakközépiskolai osztályba, tehát érzékelhető, hogy ott még van helyünk. Bár hozzáteszem, hogy sajnos a saját tanulóink egy részének is ismétlési lehetőséget kell majd adni előreláthatóan. A szakiskolában a 9. évfolyamra 27 tanulót vettünk föl, az előrehozott szakképzésben 38-at pillanatnyilag, és a felzárkóztató osztályban 6-an vannak. Az Arany János programban pedig, amint mondtam már, a 31 tanulót vettünk föl. A hagyományosnak mondható képzések indulnak idén is a Karacs Ferenc középiskolában, ahol szakmacsoportonként 12 főt vehetnek fel. Az induló képzések közül a szakiskolában 3 hiány szakmát oktatnak, ilyen a szerkezetlakatos, a szociális gondozó és a gépi forgácsoló. 3 hiány szakmánk is van, a szociális gondozó, a szerkezetlakatos és a gépi forgácsoló szakma, és itt a gépi forgácsolónál megemlíteném azt, hogy nagyon sokan jelentkeztek, tehát az elmúlt évekhez képest is feltűnően sokan jelentkeztek a gépi forgácsoló szakmára az érettségizettek közül. Nem csak azért, mert ez kiemelten támogatott, tehát külön tanulmány ösztöndíjjal támogatott szakma, hanem mert ebben is olyan lehetőséget látnak, hogy itt fejleszthetik a tudásukat, például az informatikus szakközépiskolában végzett diákok itt megtanulhatnak CNC forgácsolással, megismerkedhetnek vele, és itt különböző munkaprogramokat érnek, CNC programokat, tehát a megszerzett tudásukat tudják kamatoztatni, azon kívül az elhelyezkedési lehetőségek is elég jók ebben a szakmában. A tanulmányi ösztöndíj az 10 és 30 ezer forint között változhat, a tanulmányi eredménytől és a tanulmányi előmeneteltől függően. Tehát ez csak a hiány szakmára, erre a 3 szakmára vonatkozik. A tanulóink, akik tanuló szerződéssel rendelkeznek, pedig normál tanulmányi ösztöndíjat kapnak, ez 12-3 ezer forinti körüli összeg lesz. A gimnáziumban változatlanul lehetőség van az emelt óraszámú matematika tanulására, az általános képzésre és az emelt óraszámú idegen nyelvre, illetve az emelt óraszámú kémia, biológiára. Emellett december óta foglalkoznak azzal, hogy beindítsák a sportosztályt az intézményben. A 2012-13-as tanévtől iskolánkban egy sportiskolai osztályt vagy csoportot szeretnénk indítani. A
9. évfolyamon a gimnáziumi képzésben. A közoktatási feladatok ellátásával segítjük az utánpótlás nevelésben közreműködő, az intézménnyel együttműködési megállapodás kötő egyesületeket. Azoknak a tanulóknak ajánljuk ezeket a képzést, vagyis ezt a képzést, akik szakosztályban sportolnak már. És sok energiájuk elmegy a sportolással, mi rugalmasak leszünk, és mindent szeretnénk elkövetni annak érdekében, hogy eredményesen tudjanak sportolni, illetve a versenysportot előnybe helyezni. Ezért ennek érdekében az órarendkészítésben figyelembe vesszük az igényeiket, az edzések időpontjához alkalmazkodunk, illetve egyéni tanrendet tudunk kialakítani, ha valakinek el kell menni 2 hétre edzőtáborba, akkor biztosítjuk azt, hogy később számoljon be az adott tantárgyakból, amiből lemaradt, vagy valamilyen más módon teljesítse a követelményeket. Ilyen módon a versenyekre is el tudnak menni, a versenyeztetést a szakosztályok biztosítják, de a versenyre eljutni ezt az időpontot biztosítjuk, és akkor a tanuló egyénileg fogja pótolni a lemaradását, illetve tudunk biztosítani tanári segítséget is ehhez. Elsősorban a birkozó szakosztállyal köt a Karacs Ferenc Gimnázium együttműködési megállapodást, valamint a kézilabda, a labdarúgó, az úszó és a lövész szakosztályokkal, egyesületekkel. Várják a 8-os diákok jelentkezését, akik szakosztályokban sportolnak, valamint ezek után szeretnének egy egyesület tagjaivá válni, hiszen itt lehetőséget kapnak arra, hogy komolyabban vehessék a felkészülést a választott sportágak versenyeire. 1, 2, 3, 4. Nem szeretnénk őket leterhelni, tehát a tantervet, a tanmenetet elkészítettük már, illetve a pedagógiai programot módosítottuk annak megfelelően, hogy tudjuk ezt az osztályt indítani. Nem a leterheltség lesz több nekik, hanem a szakosztályban, az egyesületben végzett leterhelés marad nekik, tehát az a napi 1-2 edzés, ki mennyi edzésre jár, ez lesz a lényeg. Itt az iskolában csak az a plusz kötelező órákat fogjuk bevezetni nekik, ami egy ilyen osztályban kötelező. Ez heti 1-2 óra. Sportpszichológiát, kommunikációt, történetet, ilyesmit fognak tanulni, tehát ez nem olyan leterhelő nekik, nem testnevelés és órával fogjuk növelni az óraszámaikat. Sikeres érettségi vizsga után felsőoktatási intézményben tudnak a tanulók tovább tanulni, nem beszélve a testnevelés érettségére, ami sportoló tanulóknak ugye nagyon fontos, tehát testnevelésből is tudnak érettségizni, közép, illetve emelt szinten is, és erre már megvannak a szakképzett kollégák, akik évente készítik a diákjainkat. A sportkarrierre vágyó fiataloknak mindenképpen érdemes ide jelentkezni, mivel a választott szakosztályban történő edzések mellett lehetőségük van közép, illetve emelt szintű érettségire felkészülni. Az intézményben továbbá a már leérettségizett fiatalok részére is nyújtanak szakképzéseket. A beiskolázástól elválasztva, de mégiscsak beiskolázásként foglalkozunk a szakképzési évfolyamokkal. Idén sok új lehetőséget kínálunk az érettségi után itt maradó tanulóknak. Tudjuk, hogy erre legalábbis gondoljuk, hogy erre nagy szükség lesz, hiszen az egyetemi főiskolai keretszámok csökkentek. Ezért gondoltuk úgy, hogy érettségi után nem csak az eddigi képzéseinket hirdetjük, tehát az informatikai hálózat telepítő, hálózat építőt, hanem hirdetünk új képzéseket is. Ilyen a logisztikai ügyintéző, ilyen a protokoll és utazás szervező, ilyen a szociális szervező, amelyekre bízunk benne, hogy lesz elég jelentkező, 2 osztályt tervezünk indítani. Új dologként tudjuk felkínálni az érettségi utáni szakképzésben is, mert eddig az informatika és a hálózattelepítő és üzemeltető szakmára voltak jelentkezőink. Ezt a szakmát 2 év alatt lehet megszerezni, ez más néven rendszergazda szakmának is nevezik. Az idén próbálkozunk még plusz 3 érettségével,
érettségi utáni szakképzés indításával, ebből az egyik a turisztika, a pedagógiai asszisztens és a szociális gondozó és szervező szakma. Várjuk ide is a jelentkezőket. Valószínűleg a jelentkezők számától fog ez függeni, hogy milyen csoportokat tudunk indítani. Az informatikai hálózattelepítő és üzemeltető szakra már úgy néz ki, hogy van elegendő jelentkezőnk, és a többiekre még várunk jelentkezőket sok szeretettel. A Karacs Ferenc középiskolában tehát számtalan tanulási és szakképzési lehetőség közül választhatnak a diákok. Itt minden adott ahhoz, hogy megfelelő középfokú oktatásban részesüljenek, felkészüljenek a továbbtanulásra, és persze az életre.